a Szolidaritás Mozgalom közleményben szólítja fel Budapest ellenzéki vezetőit és a kormányt, hogy találjanak megoldást a Budapest bérlet körül kialakult helyzetre. Az egyesített bérlet lényege, hogy Budapesten egyetlen jegyel lehessen használni a különböző szolgáltatók járatait. Az Index néhány napja a birtokába jutott dokumentumok alapján arról írt, hogy a kormány utolsó ajánlatát az év végén Karácsony Gergely és Draskovics Tibor furta meg. Jöjjenek a részletek Kis Gábor István vendégétől. A Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke, Szakály Sándor a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, de Székely Sándor vagyok. Sok, sok mindenre szoktam hallani, de alapvetően. Elnézést kérek, Székely. Székely Sándor. A közleményükből egyértelmű, legalábbis vegyük ki a legfontosabb mondani valót, hogy ez egy probléma. Ugye? Hogyha ez a Budapest bérlet a jelenlegi formájában megszűnik, akkor ez, ez miért, miért, miért probléma? Miért nem lehet újra gondolni egyáltalán? Hogy látják önök, hogy ki tehet arról, hogy ez a helyzet előállt? Ez a, ugye a mozgalom az... Ugye azért politizálunk, hogy most már egy olyan, ugye mi tíz éve vagyunk a politikai ponton, de most az elmúlt másfél évben ugye az önkormányzati választásokra készülünk itt Budapesten, és mi azt látjuk, hogy a legtöbb probléma abból fakad, hogy a politikai pártok politikai küzdelmet csinálnak a város működtetéséből, és, és ezt a problémát is mi, mi így detektáljuk. Szóval, hogy van egy rendszer, ami működik, ami kialakult, és azt, hogy egyáltalán az fölmerül, hogy azt úgy megváltoztatni, hogy az többe kerül, bonyolultabb lesz a, 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 városlakóknak, és hogy erről, erről nincs egyeztetés, hogy politikai vita alakul ki, és akkor azt a médiában kell az embereknek végig néznie, szerintem ez már önmagában probléma. ez az ügy egyébként a magyar, vagy a budapesti tömegközlekedésnek egy, egy kicsi része csak. Tehát én, mi, az, mi azt gondoljuk, hogy ez valójában egy pártpolitikai पहले És igenis, a szereplőknek, ahogy ezt egyébként Vitézi Dávid is mondta, le kéne ülniük egy szobába, és meg kéne, hogy egyezzenek, mert itt most nem az a kérdés, hogy melyik pártnak erő, mi a, a, a véleménye, hanem az, hogy ez, ez a rendszer ez, ez működjön, és az emberek egyszerűen megvegyék a billetüket, és tudják használni Budapesten is, és az agglomerációban is. Értem, amit mond, hogy a budapesti közlekedés egy összetett feladat, és ahhoz képest talán egy kicsi rész ez a kérdés, de hát a használók szempontjából nem kicsi rész, hát rengetegen próbálják egyszerűsíteni. Használni az agglomerációból Budapest felé tartva, vagy visszafelé, hazafelé tartva ezt a bérletet. És talán. Ugye az index cikke hozta a legtartalmasabb helyzetet, a, a legtartalmasabb mondani valót, hogy mi is történt valójában. És talán arról érdemes beszélnünk, hogy ez miért december végén kerül szóba, hogy ez kinek a felelőssége, hogy nem korábban, hogy miért december utolsó napjaiban kellett erről elkezdeni egyáltalán a beszélgetést. Ugye, ugye nem, nem vagyunk ott a, ezeken a megbeszéléseken. Nyilván a. a hogy mondjam, a jelenlegi városvezetés az elmúlt időszakban ö, ö, nem áll a helyzet magaslatán, mondjuk közlekedésügyileg. Ö, ö, olyan fejlesztéseket csinálnak, amikkel ugyan mi alapvetően egyetértenénk, tehát ugye, ugye itt leginkább a biciklisávoknak a fölfestésére gondolunk, csak ugye ez egy tíz éves folyamat után kell, hogy meg megtörténjen, amikor már vannak p pluszer és a hozzátartozó Közlekedési csomópontok. Ugye, és ehhez képest, azokat erőltetik, ehhez képest pedig egy ilyen bérlet az utolsó, hogy ennek a megoldása az utolsó pillanatokra kerül. Hogy ez miért van így, azt mi nem tudjuk, de ez egy nyilvánvalóan, nyilvánvaló hiba. És itt kell, hogy elmondjam, hogy az említett Vitizi Dáviddal, ugye, mi nagyon sok ponton egyetértünk, mert mi már az elmúlt fél évvel kialakítottunk itt Budapesten egy sok civil szervezetből álló szervezetet, és tényleg azt az gondoljuk, hogy Budapesten, Budapest problémáit, amik jóval nagyobbak, mint ennek a bérletnek a problémái, hiszen itt van egy agglomerációs probléma, vannak rozsdajvezeteink, totál káoszos a közlekedés, egyáltalán nem lehet tudni, hogy, a, hogy, hogy, hogy mi az a terv, ami mondjuk az követ, Budapest következő 30 évét hogyan fogjuk tenni, mi lesz a, a lakhatással, tehát itt rengeteg sok probléma van, és mi azt gondoljuk, hogy ezt pártpolitika nélkül lehet csak megoldani, és ugye mi készülünk arra, hogy listát állítunk az önkormányzati választásokon, és azt is el tudjuk képzelni egyébként, hogy együttműködünk Vitézi Dáviddal az önkormányzati választásokon. Most a következő napokban valószínűleg meg is fogjuk keresni ez ügyben, hogy, hogy ha már itt úgy tűnik, hogy mi sok mindenben egyetértünk, akkor nézzük meg, hogy esetleg a választásokon is hogy tudunk együttműködni. Tehát teszik mindezt egyebek között azért, mert a konkrét helyzetben a Vitézi Dávid aki az LMP-vel tárgyal a főpolgármester jelöltségről, bár még nem döntött egy jó megoldást javasol. Ugye? Tehát, hogy amit hát ők gondolom, hogy mi több szempontban, amit megy. mi képviselünk, és amit ő képvisel, az több ponton ö, 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 egyezik. És főleg az, amit mond, hogy ő is azt mondja, hogy hát itt valóban a pártpolitikát kellene visszáptolni az önkormányzatok működésében, és, és tényleg függetleneknek kellene ezt a dolgot megoldani, mert az egész budapesti működés az, az el, nem csak az elmúlt négy és fél évben, hanem az elmúlt 33 évben azt mutatja, hogy a pártok egymás napi küzdelmei egész egyszerűen elviszik a fókusz fókuszt arról, hogy hogyan lehetne Budapestet fejleszteni, hogyan lehetne a budapesti problémákat megoldani, és mi ezt szeretnénk, és mi azt gondoljuk, hogy, hogy a mi együttműködésünk azt gyümölcsöző tudna lenni az ügyben. Ugye jelenleg a főpolgármestert Karácsony Gergelynek hívják, és Olvastam egy olyan elemzést, hogy a hasonló helyzetekben, amikor egy ilyen konfliktus következik be, hogy van egy megoldhatatlan vagy nehezen megoldható helyzet, mondjuk most például a Budapest bérletek kérdése, akkor ő kivár, majd előhúzza azt a kártyát, hogy áldozatként tüntesse fel a, fő, a fővárost és önmagát a kormányjal szemben. Ehhez mit szól? Hát igen, ez egy tipikus politikai, párpolitikai logika. Ugye ők választásokra készülnek, ugye nézik a negyedéves, féléves tetszési indexeket, ő, és ők ilyen szempontból, egyébként a kormány is, és az ellenzék is ilyen, ilyen szempontból nézi a politikát. És mi pontosan erre mondjuk, hogy ez egy helytelen magatartás, mert a város vezetését, a város működtetését nem népszerűségi szempontokból kell csinálni, hanem el kell mondani, hogy mit tervezünk a várossal jó esetben a szavazók ezt, az emberek ezt elfogadják, megszavazák, és akkor a szavazók felé tudunk menni, hogy a város lakói felé, hogy mi ezt vállaltuk, idáig jutottunk, és tesszük a következő lépéseket, teljesen függetlenül attól, hogy éppen milyen színezetű a kormány. Beszélgettünk mi már ebben a stúdióban, ön többször is volt itt, és világos, hogy önöknek van egy ajánlata a fővárosiak számára. Ugye, ahogy említettem, most is egy fél mondattal, hogy szeretnének listát állítani. Tehát vannak jelöltjeik, van programjuk, és ha jól értem, akkor van egy jelöltjük, aki esetleg akár az, az önök támogatását megkaphatja több, a főpolgármester több jelöltként. Így van, szervezeten belül is vannak jelenlegű ambícióink, de, de így van, tehát Vitézi Dávidot el tudjuk képzelni arra a pozícióra, ami a főpolgármester jelöltséget illeti. És mi az a három legfontosabb dolog, amelyet önök képviselni szeretnének a kampányban, ha a közgyűlésbe jutnak, akkor a közgyűlésben, vagy akár a támogatott főpolgármesteren keresztül? Igen. Három, a három legfontosabb dolog az az, hogy megszüntetni Budapestnek a párt ugye, kifizető jellegét, ez mindenkire vonatkozik, tehát Budapestnek a működése az bozasztó drága, és ezt a több tízmilliárd forintot ezt a városra kell fordítani aztán meg kell oldani hosszú távon a város közlekedését az agglomerációval együtt, mert ez egy mindennapi problémája a budapestieknek, és hát a lakhatási kérdést azonnal a, 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 a dolgoknak az elére kell venni, mert hát Budapesten lakhatási válság van. Székely Sándor a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke volt a vendégem. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt lettem.